Szeretettel köszöntelek benneteket, ez a Suli Járó utolsó nyári adása. Megkezdődött a roham az iskolákban a tankönyvekért, a papír írószer boltokban pedig a füzetcsomagokért. Ha még nem vettétek leltárba, hogy mire lesz szükségetek ősztől, akkor itt az ideje, hogy megtegyétek, hiszen már csak pár nap van hátra a szünidőből. Lássuk, mi e havi magazinunkban mivel készültünk. Indul a tanév. Megérkeztek a tankönyvek, a papírboltokban javában tart a roham. Bázisintézmény. Vöröskeresztes óvoda lett a nyíregyházi ligeti óvoda. Egyedülálló modell. Szabad idejüket is értékesen és szórakoztatóan tölthetik az iskola falai között a Zrínyíron a gimnázium diákjai. Rendkívül sok teendő akad a tanév kezdetén. Amellett, hogy elsőként lelkiekben kell felkészülniük a pedagógusoknak és diákoknak a 2011-2012-es tanév kezdetére, itt az ideje, hogy beszerezzék a megfelelő eszközöket, tankönyveket és írószercsomagokat is. Augusztus első hetében elkezdődött a roham a papírírószerboltokban, a szülők több tízezer forintot is otthagyhatnak a pénztáraknál. Az Oktatási Minisztérium szerint a tankönyvek ára várhatóan nem emelkedik tavalyhoz képest, támogatást azonban egyre kevesebben kapnak. Az írószerekre alig jár kedvezmény, így gyerekenként több tízezer forintba is kerülhetnek az iskolatáskákba, toltartókba és tornazsákokba való eszközök. A legtöbbet az általános iskola első osztályába készülődő kisdiák felszerelésére kell fizetni. Az iskolai előkészületekre nézelődünk szét, és próbálunk megfelelőt választani, ami a gyereknek is, és esetleg a pénztárcának is megfelelő lesz. Füzet, iskolatáska, testnevelési felszerelések, tisztasági csomag, hát az ilyen alapdók, és akkor majd bővíteni fogjuk a skálát a különböző hercegnős, meg stb. Füzetborítókkal, vinyettákkal, és ami még esetleg az iskolában szükséges dolgok lesznek. Iskolatáska, füzetek, mappák, tornazsák, tornafelszerelés. Ezek a legalapvetőbb felszerelések, amit egy elsős táskájába kell tenni. Galinának és édesanyjának azonban még számos dolgot kell vásárolnia, például számegyenest, műanyagórát, hőmérőt, dallamkirakót, betűtartót, játékpénzt, gyurmát, vonalzót, és még mindig nem ez a sor vége. Bőkezűbb támogatás csak tankönyvre jár. Aki tehát nem nagyobb cég alkalmazottja, ahol adnak még utalványt, alig ha számíthat segítségre. Még nem vettünk meg mindent, most csak egy pár dolgot veszünk. Tornacipő, méghozzá meg fehér póló, a ruházat természetesen az is, hogy tehát a nyári őszére cserélni. Támogatásban vagy kedvezményben mennyire bízhat egy családos? Az attól függ, hogy mennyit keresnek, mennyi a bevételük, mert hogyha tehát egy bizonyos határon felül nem jár kedvezmény, nekünk nem jár kedvezmény semmiben. Az árak különbözőek, a választást a pénztárca dönti el. Toltartó például van 700-ért, de lehet venni 5660 forintért is. A legolcsóbb iskolatáska 3600 forint, a legdrágább, persze márkás, 9400 forintba kerül. A nagycsaládosoknak bár jár támogatás, mégis ha első osztályba megy egy gyerek, milyen a zsebbe kell nyúlni? Most már csak kiegészítés, mert már a nagyján túl vagyunk, de rajzdabgyűjtőtől kezdve füzetalátét, tornaruha, tehát ami kell az iskola kezdéshez. Eddig a két gyerekre már 22 000 forintot költöttünk, és ez csak a füzetek, meg a tollak, festékek, tehát az ilyenek. Úgyhogy még lesz egy olyan 6 000 forint körülbelül, amit fizetnem kell még. A tankönyv a három gyerekre tekintettel, az hál' Istennek az ingyenes, de... Hát ugye 22-6, meg még kell táska is, hát egy olyan 35-40 ezer forint a két gyereknek, úgyhogy a tankönyvet nem kell kifizetnem, tehát ezt támogatják. Sokan azt mondják, spórolni sem lehet annyira, mert a gyermektársadalom is szigorúan ítéli meg, hogy például ki ír 20 és ki 210 forintos ceruzával. A legtöbb diák egyébként is határozott elképzelésekkel indul bevásárolni. Én az a karate típus vagyok. Nagyon szeretem az ilyen kifigurált ilyen dolgokat, meg karatésokat, a pisztolyosokat, de inkább a karatés, mert a pisztolyos az nekem nagyon tyú-tyú-tyú-tyú, és az nagyon nagy érdekel. Én úgy mondanám, hogy kicsit négyes, mert a többi meg olyan lövöldözős, meg kardos, meg minden.
meg véres, meg minden. A papírboltokban az eladók szerint egészen szeptemberig tart majd a vásárlási láz. A legtöbben elsőként a füzetcsomagokra költenek, ami alsó tagozatban 500 forint körül mozog. Ebben van 4 vonalas, 4 kockás, 1 sima, 1 szótár, 1 énekfüzet és 1 csomag írólap. Vásárlás előtt érdemes a pedagógusokkal konzultálni, sok helyen már tanév végén kiadták a listát azokról az eszközökről, amelyekre mindenképpen szükség lesz. Alsó tagozatban általában még megfelelnek az előre összeállított füzetcsomagok, felsőben és középiskolában azonban lehetnek a pedagógusoknak különleges kívánságaik. Akinek nagyobb gyermeke van, nézzen utána, nem maradt-e valami tavalyról, hiszen a költséges tanévkezdés során jól jöhet a tavalyi táskában kallódó egy-egy üres füzet vagy vonalzó. A tankönyv csomagok már szinte minden helyre megérkeztek. Az oktatási államtitkárság becslése szerint az első évfolyamos tanulók tankönyvcsomagjának átlagára 6482 forint, a másodikosoké 7430 forint, a harmadikosoké 7169 forint, a negyedikeseké pedig 6431 forint. Felső tagozaton 5. évfolyamon a tankönyvekért átlagosan 6500 forintot, 6. 7285 forintot, 7. pedig 11100 forintot, 8. 10840 forintot kell fizetni. A legolcsóbb kiadvány a tankönyv jegyzékben 111 forint, a legdrágább közismereti tankönyv 3280, a legdrágább nemzetiségi tankönyv 25000 forint, a legdrágább szakképzési tankönyv pedig 8300. A hivatalos tankönyv jegyzékben összesen 4652 kiadvány szerepel. Szuperközpont felállítása nyelvvizsgázóknak, az angol nyelv háttérbeszorítása és erősebb általános iskolai alsó tagozatok. Számtalan hír látott napvilágot a sajtóban a kormányzat terveiről. Az azonban, hogy mi lesz ebből valóság, majd csak a tanév során derül ki. Lássuk, mi az, ami biztos a 2011-es, 2012-es tanévben. Újra az iskolapadban. Már csak pár nap és kezdődik a 2011-2012-es tanév. Az országos tanévnyitót ezúttal Győr-Moson-Sopron megyében Lipóton tartják egy újrainduló iskolában augusztus 28-án. Kevesebb diákkal és még kevesebb tanárral indul az ősz, az óvodákban viszont több a kicsi. Az oktatási államtitkárság becslése szerint 1.300.000 diák kezdi meg a tanévet Magyarországon, általános iskolában 749.000-en, gimnáziumokban 191.900-an, szakközépiskolában 232.800-an, speciális szakiskolában 9.600-an, szakiskolában pedig 125.400-an tanulnak majd. Óvodába 340.200 gyermek jár majd ősztől. Az adatok szerint a főállású pedagógusok száma 2177-tel lehet kevesebb az előző tanévhez képest, pontos adatok azonban csak október 15-e után várhatóak. A tanév szeptember 1-én csütörtökön kezdődik, 183 munkanapot kell a diákoknak végig tanulniuk, 5-ről az iskolák mint tanítás nélküli munkanapról dönthetnek. Az első szusszanásra nagyon sokat kell majd várni, az őszi szünetre október 29-éig, az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 28 péntek, a szünet utáni első munkanap pedig november 7-e hétfő. Az első fél év vége január 13-a, az iskolák január 20-áig osztják ki a bizonyítványokat. Az önkormányzatok kedvezőtlen anyagi körülményei miatt sokat változtak az iskolák fenntartói is. Eddig 24 intézmény került át teljes vagy részleges egyházi fenntartásba, ám a végleges szám akár az 50-et is elérheti országosan. 1917-ben alapították Leány gimnáziumként. Mára az ország egyik legeredményesebb és legsikeresebb középiskolája. A Zrínyi Ilona gimnázium sikere abban is rejlik, hogy rendkívül nagy hangsúlyt fordítanak a diákok személyiségfejlesztésére. A Zrínyi Ilona gimnáziumot 1917-ben alapították, mint a város első leány gimnáziumát. A diákok 75 fős tantestülettel dolgoznak, a gimnáziumban 54, a kollégiumban 16 pedagógussal. A tanuló létszám mintegy 760 fő, a 2009-2010-es tanévben az érettségi vizsgák átlaga 4,37. A 2010-es évet sikeresnek tartja a Zrínyi Ilona gimnázium igazgatója, Huszárné Kádár Ibolya.
Ez a tanév is úgy indult, mint ahogy a többi rengeteg munkával és feladattal. Az iskolának van egy ilyen sajátos hullámzása, tehát még alig kezdjük el, és már is készítjük elő a következő évet. Én azonban úgy gondolom, hogy a szokásos ügymeneten kívül nagyon fontos, hogy ebben az évben több nagy pályázatnak a nyertesei, részesei vagyunk. Tehát folyik az iskolában jelenleg is egy ilyen tehetségsegítő hálózat kialakítása, illetve hál' Istennek pedagógusaink állami támogatás nagyon komoly továbbképzéseken is vehetnek részt, és ez mind rengeteg plusz feladatot jelent. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében zajlik mind a két projektünk, és a tantestület számarányának megfelelően 4 pedagógus mehetett továbbképzésre, és ennek megfelelően választották ki úgy a szakirányokat, hogy az a személyes előmenetelt és nyilván az iskola érdekeit is szolgálja. Így kerül sor szakvizsgára, új szakszerzésére, és pontosan a tehetségsegítő hálózat miatt egy tehetségsegítő fejlesztő szakember képzésére is sor kerül. De nagyon büszkén mondhatom, hogy ezen kívül 26-an vehettek részt augusztus végén egy tanulásmódszertani tréningen, amit minden órán hasznosítanak, itt és a kollégiumban is. Tehetségsegítés, tehetségek felfedezése és támogatása hogyan zajlik a gyakorlatban? Most már hál' Istennek szervezett keretek között, hiszen a Magyar Géniusz Integrál Tehetségsegítő Program kiépítette egy tehetségsegítő hálózatot. Éppen 2 hete került sor az akkreditációnkra, tehát korábban csak regisztrált tehetségpont voltunk, most már ez az akkreditáció szakaszába ért. Ez azt jelenti, hogy nekünk egy korrekt tehetségdiagnosztikát kell végeznünk, tehetségsegítést vagy gondozást, és nem egy esetben került sor tehetségtanácsadásra is. Na most ezek olyan fenkölt szavaknak tűnnek, de én úgy gondolom, hogy ezt eddig is csinált az Rinyi, meg csinálja az iskolák többsége is. Amit több lett, az nyilván, hogy egy szervezett keretet kapott mindez, és reméljük, hogy plusz forrásokat is jelent, mint ahogy ebben az évben is. Nagyon-nagyon rég indíthattunk például ennyi szakkört. Tehát informatikától, biológián át, művészeti szakkörökig egy sor olyan forrás lehetőség nyílt meg, ahol a gyerekek a tanórán kívüli foglalkozásokon használhatják ki ezeket a lehetőségeket. Vagy eljutnak a gyermekek az egyetemekre, tehetségtanácsadás keretében, helyben arról is tájékozódhatnak, hogy milyen képzés folyik, valóban ezt akarják. És ami úgy gondolom, hogy ennek az évnek a nagy dobása volt, hogy a pályázat keretén belül eljuthat Finnországba is, és ennek az útnak az volt a címe, hogy a tehetségsegítő modellek tanulmányozása Finnországban. Sokat tanultunk. Ha már Finnország, akkor beszéljünk az intézmény külkapcsolatairól is, ugyanis nem ez az egyetlen irány. Így igaz, bár most nem Kajaaniban voltunk a testvériskolánkban, hiszen a projekt csak a Helsinki környéki látogatásokat engedélyezte, de működik továbbra is 2 német testvériskolával a kapcsolatunk, illetve a francia és a spanyol nyelv oktatása miatt nyelviskolákkal van úgy kapcsolatunk, hogy a gyermekek vagy a tavaszi szünetben, vagy a nyári szünetben vehetnek részt szervezett programokon. Mindig igyekszik megújulni az intézmény. Idén ebben a tanévben milyen újdonságokkal várta a diákokat? Mindenek előtt, amit mondtam, ez a szakköri kínálat talán, versenyek, mondanám, hogy több kreatív versenyt is meghirdettünk mind az iskolában, mind pedig az iskolán kívül, és nagyon-nagyon jó tapasztalat az, hogy a gyerekeket csak meg kell szólítani. Például ez a Színház az egész világ versenyünk, aminek a jövő héten, hétfőn lesz majd az egyik fordulója, hihetetlen alkotásokat produkáltak a gyerekek, jelmezterveket, színpadi terveket kellett készíteniük, tehát van bennük igény arra, hogy lekössük őket, és hasznos módon tudjanak dolgozni. És a másik megújulási lehetőségünk ezen a nagy sorozaton kívül egy új tanteremmel gazdagodtunk. A Kazánházból alakítottunk ki egy művészeti műhelyt. Itt van egy rajzterem, és egy kis, hát nem nevezzük szobrászműveinek, de kerámia műhelyt tudunk üzemeltetni. Milyen forrásból valósította ezt meg az iskola? Alapvetően saját forrásokból, tehát az iskola bevételeiből, illetve kaptunk hozzá szülői támogatást is. A berendezési tárgyak még mutatják azt, hogy valójában amit összetudtunk szedni, tehát a padok, szekrények nem az igényeinknek megfelelőek, de ami lényeg, hogy működik egy tűzzománc kemence és egy égető kemence is a pincében. Az intézményben új szaktanterem átadásával indult az idei tanév, az új rajzterem ad helyet a tanóráknak és a heti 2 szakkörnek, ahol az elhivatottabb diákok is bizonyíthatják ügyességüket.
Mi történik itt a rajzteremben, mi mindent tanulhatnak meg egy foglalkozás folyamán a diákok? Délutáni foglalkozások is vannak, erre külön ki szeretnék majd térni, de általában itt délelőttönként rajzóra és művészettörténet óra folyik. Mind a két tantárgy lehetőséget biztosít arra, hogy gyakorlati tevékenység is folyjon, és azt szeretem, hogy az óráimon a gyerekek cselekednek, mint ahogy most is láthatóak a gyerekek, majd megnézzük szerintem a műhelyben. Most per pillanat már a karácsonyra készülünk, és karácsonyi képeslapokat küld az iskola a partnereinek, vagy a nyugdíjas tanároknak, és a gyerekek segítkeznek ebben. De nagyon kötött tanmenetünk van, és az alapoktól indulunk. Fontosnak tartom, hogy legelőször is a gyerekeknek a fantáziáját nyissuk meg, és a gátlásaikat szabadítsuk fel. Ott látható néhány mű a falon, amik elég gyermeki fantáziáról tanúskodnak, de ez mindig nagyon kedvre derít engem, mert látom, hogy van miből gyarapodni. És teljesen eljutunk a magas művészetekig, hátul a műtermi beállításon látszik, hogy a művészet iránt komolyabban érdeklődő gyerekek már tanulmányokat készítenek. Vannak, akik építészmérnöknek felvételiznek, divattervezőnek, formatervezőnek, és nekik nagyon sok lehetőséget biztosítunk a délutáni foglalkozások alatt. Vannak olyan érdeklődő gyerekek, akik a rajzórán és a művészettörténet órán sem elégülnek ki a művészet terén, és számukra van két lehetőség, egy tűzzománc és kerámia szakkör, és egy kézműves gyakorlatok szakkör. Milyen eszközökkel dolgozhatnak itt a diákok? Nagyon gazdag a felszerelésünk. Egyrészt fogyó eszközeink, a gipsz, az agyag, a mázak, fajans, engob, mert most szeptembertől egy kicsit a kerámia irányába elkalandoztunk, de minden technikát kipróbálhatnak a gyerekek, és nagyon fontosnak is tartom, hogy rajzórán is legyen agyagos a kezük, legyen temperás, a nadrágszáruk esetleg, és értsék meg azt, hogy ez nem koszt, hanem ez a játékszerünk, és szerintem ez sikerül is. Például itt a plafonon láthatók ezek a batikol terítők, na ilyenkor mindenkinek könnyékig festékes a keze. Az iskola sok tehetséget rejt, többségük azonban nem tervezi, hogy hivatásszerűen foglalkozik majd a képzőművészettel, de hobbiként akár egész életében elkísérheti majd. Hogyan szerettél bele a gyöngyfűzésbe, és mi az, ami ilyen szorosan köt ehhez a hobbihoz vagy hivatáshoz? Még gyermekkoromban a szüleimmel rengeteg fesztivált látogattunk, és az egyik ilyen fesztiválon, a Kenderes Napi Fesztiválon beültem egy gyermekfoglalkoztató játszóházba, és ott készítettem el az első, azt hiszem, krokodilomat, és akkor tetszett meg a gyöngyfűzés, és folyamatosan internetről és mindenféle könyvből valósítottam meg minták, aztán később már magam találtam ki ezeket. Így hobbiként indult, aztán később valami több lett. Mennyi időt töltesz most a tanulás mellett, a suli mellett, ezzel a munkával, vagy inkább szórakozással? Iskolai időben nem igazán sokat foglalkozom vele, de nyáron olyan 12 órát egy nap. Későbbiekben hogyan tovább, mit szeretnél kezdeni ezzel az adottságoddal, és merre szeretnél haladni? Szeretnék népiparművész, gyöngyfűző lenni, bár elég hosszú az út odáig, hiszen nagyon sok munkát kell elkészíteni, nagyon sok zsűrizett alkotással kell rendelkezni, hogy valaki iparművészé válhasson. De emellett tervezel mást is, tehát nem ez lesz a fő foglalatosságod. Igen, orvos szeretnék lenni. Az iskola történetének egyik mérföldköve, hogy a Zrínyi Ilona Gimnázium 2000-ben csatlakozott az Arany János tehetséggondozó programhoz, amely a minőségi oktatás mellett gazdagító évfolyamokat, nyelvvizsga lehetőséget, ECDL vizsgát, jogosítványt, külföldi utakat, tartalmas hétvégéket kínál. Vöröskeresztes bázisintézmény lett a nyíregyházi Ligeti óvoda és tagintézménye júniusban. Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a humanitárius és egészséges életmódra való nevelésben, illetve felhívják a szülők és a gyerekek figyelmét a Vöröskereszt céljainak továbbvitelére.
A Nyíregyházi Ligeti óvoda 10 éve működik, már kezdetektől azzal a céllal, hogy elősegítsék a gyerekek testi-lelki fejlődését az egészséges életmódra való neveléssel. Minden évben megrendezzük a Ligeti óvoda napokat, ez 3 napot foglal magába, és mindig szoktunk egészséges életmódos napokat is szervezni. Itt ilyenkor a szülők hoznak egészséges életmóddal kapcsolatos ételeket, tehát gyümölcsöket, zöldségeket, saját maguk készítette egészséges süteményeket is, de ebben az évben viszont ez a nap a bázisovi napja lesz, de ugyanúgy készülünk, mint az előző években. Azzal viszont kiegészítjük, hogy egy kicsit az első segélynyújtásra, meg a mások segítésére ösztönözzük a szülőket, a gyerekeket, és ez célunk, hogy ezt megtanulják a gyerekek a mások segítését. Mit jelent majd még ezen kívül az, hogy bázisovi lett a Ligeti óvoda? Bővül a programkörünk. Tehát eddig az egészséges életmóddal foglalkoztunk inkább, most már azért az egymás segítésére is nagyobb hangsúlyt fektetünk, meg az első segélynyújtásra, tehát ezekkel bővül a programunk. Néhány szóban mutassa be, kérem, a Ligeti óvodát. A Ligeti óvoda egy tagintézményből áll, és van egy központi épületünk is. Itt 120 gyerek jár, szerencsére nagyon-nagyon sok gyerek jár az óvodánkba, és nagyon szeretik az óvodánkat. Vegyes csoportok vannak, a pedagógusok szakképzettek, ügyesek és sokoldalúak. Mi az elsődleges pedagógiai cél, amelyet megvalósítanak az itt dolgozók a mindennapokban? Azért is jelentkeztünk mi ebben a bázis óvodára, mert ez a célunk az egészséges életmód és a környezetvédelmet, amit kiemelten kezelünk. A Ligeti óvoda 4 csoport foglalkoztatóval, a hozzájuk tartozó kiszolgáló egységekkel és tornateremmel rendelkezik. A korszerű eszközökkel felszerelt csoportszobákban és az udvaron gőzerővel készültek május 24-én az ünnepségre, hiszen a megye 4. bázis óvodája első látogatója Habsburg György volt. A Magyar Vöröskereszt elnöke szerint sokkal hatékonyabb a szervezett munkája, ha már kisgyermekkorban megismerik. Mi most már 1 évvel ezelőtt kezdtünk a bázis óvoda programunk, mert a bázis iskola programot, amit előtte 10 évvel ezelőtt kezdődött, láttunk, hogy nagyon sikeresen iskolákban tud a Vöröskereszt tevékenykedni, de hát most láttunk, hogy óvodában hogyha Vöröskereszt jelen van, csak pozitívat tudna jelenteni. Vannak külön modulok, amivel foglalkozunk, mert hát már ezeket a pici gyerekek tudnak foglalkozni hát külön témákkal, vagy tudnak tanulni játékos formában hát külön témákról. Legyen ezt az egészséges életmód. Hát milyen formában jó gyümölcsök enni, hát milyen előny, hát amikor eszni. Legyen ezt az UV-sugárzás, most nyáron nagyon fontos téma. Legyen ezt, milyen formában tudok viselkedni, hát amikor egy baleset van. Hát legyen ezt, hát milyen formában tudok viselkedni, hát amikor valaki beteg a családomban, és hát milyen formában én tudok, mint kisgyerek segíteni. És hát ott nagyon nagy segítséget kapjuk, és kaptuk az óvónénik, hát aki, mint önkéntesek a Vöröskeresztnél dolgoznak, és hát ők ezeket a játékot kidolgozták, és ezzel próbálunk jelen lenni az óvodákban, és már a kisgyerekekkel foglalkozni. Én is őszintén mondom, hát amikor hallottam először a bázis óvoda programból, gondoltam, hogy na, hát ez mi lesz, és hát a kisgyerekeket hogyan lehetne őket ezt tanítani, hogyha ezt tanulnak. Tehát most nekem 3 gyereke vannak, és hát elég pici gyereke is. És hát látom, hogy milyen érdeklődés keltett, hogy én a Vöröskeresztnél vagyok. És hát kérdezték mindig, hát mit csinálok a Vöröskeresztnél, és hát látom, hogy ott van ez az érdeklődés a saját családomban, hogy igazán nem lehet túl korán ezeket a fajta programokkal kezdeni, és nem lehet túl korán kezdeni játszani, és játszással együtt valamit újat tanulni. Az egész országban fontos egy ilyenfajta program, és hát ezért mindenhol is próbálunk bázis óvodát, mondjuk hát a bázis óvodákkal együttműködni, és bázis óvodák megnyitni ilyen formában, hogyha Vöröskereszt ott jelen van. Én gondolom, hogy mindenhol gyerekeknek fontos, hogy ők megkapnak a lehetőség, hogy tanulhassanak, hogy tudnak külön helyzetek, amit lehet, hogy párszor szintén ilyen extrém helyzetek, amit alakulatnak, amikor baleset történt, vagy amikor betegség van, vagy amikor ezt jobban tudnak kezelni. És hát ezért teljesen mindegy, hogy hol ebben az országban ezt megtörténik, de fontos, hogy megtörténik.
ahogy a központi intézmény, a Ligeti óvoda tagintézménye is bázissá vált. A Vöröskereszt bázis óvoda programja egy éve működik jó tapasztalatokkal. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisovi programja egy nyitott elkötelezettségen alapuló szakmai hálózat, amely a mozgalom értékeinek és tevékenységének terjesztését és élővé tételét célozza az óvodai közösségek, pedagógusok, szülők, családok között, valamint természetesen a kisgyermekek körében. A közösségi alapú gondolkodás jegyében az egyes tagóvodák önállóan tevékenykednek a Vöröskeresztben, teret adva a nevelő munkában, akár lefektetve a nevelési terv részeként a mozgalom eszméinek és tevékenységeinek. 4.-5. bázis óvink avatójára kerül ma sor, és a Nyírbátori Bátori István gimnázium bázisiskola avatójára, tehát egy 3-as csodálatos ünnepségen veszünk ma részt, ami azt gondolom, hogy a fiatalok szemléletbeli nevelésében rendkívül jelentős itt ebben a megyében, hiszen a Vöröskereszt ezekben az intézményekben nem úgy jelenik meg, hogy véradás, első segélynyújtás, stb. Az alapfeladatok, tehát nem ennyire szétbontottan, hanem úgy, hogy a humanitárius ember, ahogy neveljük a humanitárius feladatokra, a humanitárius eszmékre a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy ha már ilyen kis pici korba ezt elkezdjük, akkor szerintem nagykorukban ezek a fiatalok bizonyára ebben a szemléletben fognak gondolkodni és élni. A pedagógusok örülnek, nagyon együttműködőek, hiszen egy nyugodtabb légkör uralkodik az iskolában. Például a Nyírbátori Bázisiskolában, a Bátori István gimnáziumban minden nevelő és minden fiatal vöröskeresztes tag, tehát a tagdíjat is megfizeti, és akkor ez már azt jelenti, hogy már az életformája is ilyen és ennek megfelelő. Tehát ez az iskoláknak, az óvodáknak csak nagyon pozitív hozadékkal rendelkezhet. A humanitárius, környezettudatos nevelés a bázisiskolákban folytatódik. Az ünnepség után a Vöröskereszt delegációja Nyírbátorba utazott, hogy bázisiskolává nevezze ki a Bátori István gimnáziumot és szakközépiskolát. Oktatás helyett nevelés. Ez a legfontosabb cél a 2012-es tanévben Hoffmann Rózsa szerint. Az államtitkár azt is elmondta, közszolgálati feladatnak tekintik majd a pedagógiai munkát. Híreink következnek. A 2011-2012-es tanév a nagy változások, egyben a további változások előkészítésének éve lesz, mondta Hoffmann Rózsa. Az oktatásért felelős államtitkár szerint ideje az iskolát visszahelyezni eredeti pozíciójába, és nyíltan kimondani, hogy az iskola a személyiséget formálja, azaz nevel. Ezért az új közoktatási törvény már a nemzeti köznevelési rendszerről szóló törvénynevet fogja viselni, és azt üzenik vele az egész társadalomnak, hogy olyan értékrendet próbálnak közvetíteni, olyan pedagógiai munkát szeretnének látni az egész országban, amely az emberért van és az emberről szól. Hoffmann Rózsa a köznevelési rendszer örökölt problémái között sorolta, hogy tisztázatlan az állam szerepe. A döntést laikusok, szülők vagy diákok kezébe tették, az értékalapú nevelést felváltotta az értékrelativizmus, sikertelenek voltak a felzárkóztatási programok, romlik az oktatás eredményessége, sanyatlik a fiatalok teljesítménye. Az új köznevelési törvényben közszolgálatnak, közszolgáltatásnak tekintik az oktatást és a nevelést. Ez volt a Sulijáró a nyári szünetben utoljára. Legközelebb ősszel várunk benneteket, ha ti is úgy akarjátok. Tartsatok addig is a Kölcsei Televízióval, és pihenjetek még nagyon-nagyon sokat a szünidő utolsó napjaiban. Sok sikert, eredményes tanévkezdetet, sziasztok!